Köszöntök mindenkit, jön az Európa Liga csoportkörének első fordulójának talán egyik legnagyobb rangadója, hiszen az Arsenal fogadja a Real Sociedad együttesét. Az Arsenal az FA Kupa megnyerésével tudta kvalifikálni magát az Európa Liga csoportkörébe, hiszen azért a tavalyi szezon a bajnokságot figyelembe véve azért nem úgy sikerült az ágyúsoknak, ahogyan azt eltervezték. Míg azért a Real Sociedadnak az újraindítás után volt igen döcögős, de végül az Európa Liga csoportkör meglett. A spanyol együttesnek, amely főleg az első fél évében a bajnokságnak nagyon jó focit tudott bemutatni, úgyhogy reméljük, hogy ma is nem jól fogunk szórakozni. Arsenal Real Sociedad tehát az Európa Ligából. Egy angol-spanyol párharc tehát. Egyébként ami érdekesség, hogy ez pont a Fehérvár, azaz a Vidi csoportjában van ez a mérkőzés, hiszen a csoport további két résztvevője, ugye az Aberdeen, illetve a MOL Fehérvár FC, úgyhogy hát a magyar együttes majd találkozni fog ezzel a két csapattal is. A következő fordulóban a Real Sociedad játszik majd a Székesfehérvári együttessel, és utána mi látogatunk az Emirates-be, úgyhogy ez szempontból is érdekes lesz ez a meccs, hogy mit játszik ez a két csapat. Itt van Mikel Arteta a kezdője, Ben Leno lesz ezúttal a kapuban, Lacazette, Aubameyang, William, Pepe, Guendouzi, Torreira, Mustafi, Bellerin, David Luiz és Saka. Elég erős kezdő van az angoloknál. William az új igazolás is ugye a kezdőben kapott rögtön szerepet, de Pepe kicsit visszavontabb szerepkörben, de szintén ott van a kezdőben, Lacazette-tel és Aubameyanggal együtt. Itt a Real Sociedad kezdője, Moya kezd a kapuban, Oyarzabal, William Jose Sportu személyében három védő, David Silva is a kezdő tagja, ő is új igazolás, ugye, vagy új igazolás a Real Sociedadnál, Merino, Iramendi, Elustondo, Zaldua, Llorente és Monreal a Real Sociedadnál a kezdőben. David Silva azért jó pár mérkőzés játszott itt az Emirates-ben, ugye Arsenal Manchester City meccseken, és most visszatér ide Real Sociedad szerelésben. Eleinte úgy volt, hogy a Lációban folytatja, végül ez meghiúsult, közben vissza pedig már Bellerin viszi a szénen a labdát, és Oyarzabal nem tudja szerelni a védőt, és Lacazette gólt lő. Ez nem tartott sokáig, a harmadik percben vezet az Arsenal. Az első támadásból rögtön gól születik, Alexandre Lacazette góljával megszerzi a vezetést. Már a harmadik percben, tehát az Arsenal, Bellerin futott el a széle, nem tudta őt szerelni, Oyarzabal, és ebből gólt szerez a hazai csapat. Itt Bellerin beemeli, és nincs Lacazette-en ember, ő pedig bebelsőzi, a kapufáról pedig bemegy. Vezet tehát az Arsenal csapata. 1-0 Lacazette. Vezet az Arsenal. Végül is mondtam a meccs előtt, hogy reméljük, hogy jól fogunk szórakozni, hát gólra nem kellett sokat várni, reméljük nem ez volt a meccs utolsó gólja, de kezdésnek mindenféleképpen jó. Merino. A játéknap rangadójának, legnagyobb rangadójának nevezik igazából ezt a mérkőzést, úgyhogy valóban talán tényleg elvárás egy jó színvonalú mérkőzés most. David Luiz. Bellerin. Főleg, hogy azért a Real Sociedad az előző szezonban jó pár jó élvezetes meccset is tudott játszani. Akár a Barca elleni 2-2, vagy a kupában a Real elleni 3-4. Bellerin mehet most az Arsenal, Bellerin be tudja adni, ez kicsit erős volt PP-nek. Yeremendi, Portu, David Silva, őt ugye Manchester City-től szerezte meg a Real Sociedad, az Arsenalnak is volt a Premier League-ből egy nagy fogása, ugye Willian a Chelsea-ből érkezett, ő is szintén ott van a kezdőben most, Torreira, meg ugye nyár folyamán igazolták ezeket a játékosokat. Lacazette, Willian kapja, Willian. Jó cselek ott a szélen, Monreal rajta, Willian. Még mindig ő. Willian tudja beadni. Kifejelik aztán a spanyolok. David Silva. Merino. Jelent ebből a Sociedad, David Silva most. Willian José. Monreal. Oyarzabal. Yeremendi. David Silva. Oyarzabal jöhet most a Real Sociedad, Oyarzabal nagycse, David Silvát ugratja ki, gólhelyzet, és egyenlít a Real Sociedad. Oyarzabal a gólszerző, 1-1. 16. perc, az első támadásából kiegyelt a San Sebastiani együttes, a gólszerző pedig Mikel Oyarzabal. David Silvát is meg kell dicsérni, itt Oyarzabal csinálta meg egyébként ezzel a csellel a nagy helyzetet, hogy David Silvának önzetlenül passzol, Silva viszont visszatálalja, Oyarzabal elé, ő pedig az üres kapuba lövi a labdát, ezzel egyenlít tehát
a Real Sociedad. Hiába támadgatott az Arsenal, igazából komoly helyzetig nem jutottak el az ágyúsok, és egy kontra után az első helyzetéből a Real Sociedad is lő egy gólt. Úgyhogy valóban eddig elég jó kis meccs. Aubameyang megfordult volna, viszont leszerelik őt. Merino. David Silva. Oyarzabal. Elfektette ott Mustafit, úgyhogy Oyarzabal mehet. Oyarzabal be tudja emelni, túloldalon van érkező ember, és kapufa. Óriási helyzet maradt ki a Real Sociedad előtt. Merino még. Merino, ott a passz, és a lövés mellé. David Silva. Hát ez óriási helyzet volt most a Real Sociedad előtt, közben eladja a labdát megint az Arsenal. A gól az nagyon, úgymond, felpesdítette a spanyolokat. PP. És talán kicsit megfogta az angolokat. Lacazette. Vagy most lehet, hogy rácáfoltak erre, mert Aubameyang mehet most a szélen. Aubameyang visszafelé a csel. Még mindig be tudja adni a Gaboni. Williamnek nem jó. Torreirának igen, ő rálövi, mellé megy. Most az Arsenal jutott el lövőhelyzetig. Más kérdés, hogy azért nem volt ez a legveszélyesebb lövés a mérkőzésen. De legalább volt egy Arsenal kísérlet megint. Willian tudott fejelni Monreal mellett. Hát Monreal ugye ide visszatér, mert legutóbbi csapata pont az Arsenal volt Nacho Monreálnak. Willian megy közben, Willian még, most már nem ő, Llorente szerelte. Oyarzabal. Oyarzabal kontrázhat most a Real Sociedad, Torreirát hagyhatja ott Oyarzabal. Hárman is középen, de nem kapta meg senki, mert hogy Genduziba rúgja Oyarzabal. Torreira, Bellerin. Willian sarokkal, Lacazette. Az jó, Bellerin. És most megint meglódult az Arsenal. Bellerin. 16-oson belül már Bellerin. Inkább a passz, de lehet jobban járt volna, hogyha a lövést választja. Aubameyang is lekezett is, lemaradt róla Moyáé így. Pedig ez nagyon nagy lehetőség volt. Bellerin megint üresen vezethette be. Hát amikor megint Oráktól Bellerin, abban mindig van most már veszély, úgy néz ki. De azért ennek nagyon volt a füstje, mint a lángja. Aztán Willian José. Iaramendi. Porto. Portu mehet, gólhelyzetben Portu, jó a csel, Portu még! Lénónak kell védeni egy nagyot. Saka. Azt hiszem ez volt az első védés igazából a meccsen. Mert eddig Moyának meg Lénónak sem kellett nagy beragút bemutatni. Hát Moyának az előbb fognia kellett a labdát, de azért ez mégsem lesz a csoportkör legnagyobb védése. Valószínűleg azért ez sem, de azért fontos védés volt Lénótól. Willian, nagyon szép labda, Bellerin, és ő üresbe jött. Bellerin be tudja adni, Aubameyang kérné, kifejelik előle aztán. Saka. Az lehet les lesz, de nem, de. Aubameyang lesem. Moyá. A Real Sociedad tábor előtt rúghatja ki Moyá. És megvan a zöldmezeseknek, David Silva. Porto. Ő tavaly a Gironától szerezte meg a Real Sociedad, és igazából ő is szépen beépült a csapatba. Willian José. Zaldúa. Pépé. Ezért a tavasszal nem úgy sikerült a Real Sociedadnak, ahogy eltervezték. A spanyol kupa döntőjébe azért bejutott az együttes, amit még a felvétel időpontjában még mindig nem játszottak egyébként le. Annyit elárultak, hogy augusztus végén van a felvétel, úgyhogy hát nem tudom, egyáltalán meg lesz-e még tartva az a kupa döntő. Porto. 2 perc hosszabbítás. Porto. Saka. És dobhat az Arsenal. PP. 2 perc lesz a hosszabbítás, ami mindjárt le is telik egyébként. Úgyhogy Arsenal Real Sociedad 1-1, bánhatjuk szerintem, hogy vége az első fél időnek, de szerencsére van még egy játékrész, úgyhogy hamarosan folytatjuk. Egy jó iramú találkozót látunk eddig, amire számítani lehetett. Úgyhogy reméljük, hogy az iramból nem vesznek vissza a második fél időre a csapatok, és egy hasonlóan jó második fél időt látunk. Egyelőre döntetlen. Úgyhogy... Ha ez mind így maradna, akkor a MOL-Fehérvár vezetné a csoportot az első forduló után itt az Európa Ligában. David Silva, Willian José, David Silva jöhet most, bicikli cselekkel indul meg David Silva, és lövi el! Megpróbálta, nem talál, de lepattant igazából a lövéssel. Willian, na nézzük ebből most mi lesz, Willian. Torreira, Arsenal támadás, kibontakozóban, PP, Aubameyang eddig még jó, és Aubameyang labdája is jó Bellerinnek. Bellerin, aki ugye a gólpaszt adta Lacazette-nek a harmadik percben, aztán Willian nem tudta megszerezni. Porto.
nagy átemelős csele lejtették át az előbb William, Pierre Mendy, William, Merino, Hoyer Zabal, ilyet most ebből a Sociedad, William José, David Silva szépen tartogatják a labdát, és most beindulott Portu David Luiz, illetve bocsánat, Genduzi, meg tudta oldani a dolgát Genduzi, Saka, Aubameyang, Aubameyang, Lacazette, jön Bukayo Saka is, Lacazette, Willian, Torreira, szép, még mindig Torreira tovább tudja vinni, és itt az első védés a Moyának. Nagy zicsert fogott a spanyol kapus, Miguel Moyá, Mateo Genduzi megy le, ő lesz Arteta első cseréje, az ő helyre jön majd Özil. Aubameyang tud fejelni, és megint véd Moyá. Nem, vagyis hát védett Moyá, illetve úgy, hogy már kint volt a labda. Szóval igazából kintről ért bele valószínűleg Miguel Moyá így, mert a kirúgással jöhetett a Real Sociedad. Portu. Eladja a labdát. Özil. Pépé. Aubameyang. Saka. Megint jöhet az Arsenal egyet. Aubameyang, és ott kéri középen. Pépé elövi inkább, és most Moyá véd. Passzolhatott is volna Pépé, mert Lacazette szinte üresbe futott. De még így is egy szöglettel jöhet az Arsenal. Pépé. Az nem rossz, ott a fejes, még üres a kapu, még egy lövés, és ez lepattan a blokkról. Nem tudta Özil berugni. És most Portu mehet, kontrázhat az a Real Sociedad. Portu, ez már nem jó. Özil. Hát ez óriási helyzet volt most az Arsenal előtt. Moyá rosszul jött ki, de nem tudták üres kapura berugni. Jó volt a védekezés most a spanyoloknál. Lacazette. Willian. Lacazette. Rosszul tette vissza, de még ott van a lövi, és ez gyenge. Moyá vetődik ki rá. Saka. Ott egy fejes, Aubameyang. Az elmúlt 15 percben 7-0 lövések aránya, de lehet, hogy lesz 8. Özil csinálja meg szépen, és kihagyja. Pedig óriási helyzetbe került Özil. Hát igen, meg volt a 8. lövése az Arsenalnak az elmúlt 15 percet figyelembe véve. Csaká váltott a Torreirát, cserélt az Arsenal egyébként. Özil mellé rúgta az óriási helyzetet. Meccslabda volt ez talán az Arsenalnak, bár még 20 perccel a végelet azért ne, vagy furcsa ezt kijelenteni, viszont most Portu mehet, és lepattan, így a helyzet, így erre Mendy gól! Fordít a Real Sociedad, és talán ezért volt igen fájó az Arsenalnak, hogy az elmúlt 15 percben 8 helyzetet is kihagyott, mert hogy a Real Sociedad egy helyzetből gólt szerez. Sőt, hogyha nagyon pontosan veszik, akkor 2 lövésből, de Iyarra Mendy góljával a Real Sociedad vezet az Arsenal otthonában. Úgyhogy a második félidőt tényleg uralta az Arsenal. Az elsőre azt mondhattuk, hogy kiegyenlített volt. De a másodikban egyértelműen nagyobb erőket mozgósított az Arsenal annak érdekében, hogy begyűjtse a 3 pontot. De azért Iyarra Mendy tesz arról, hogy úgy néz ki, hogy bravúr 3 ponttal távozzon a Real Sociedad az Emirates-ből. Mert azért ezt a nyomást kibírni, és azért mégiscsak Londonban nyerni, mégiscsak nagy bravúr lehet itt az EL első fordulójában, és most itt egy újabb helyzet, Portu beemeli, William José fejjel, Leno! Óriásit védett a német kapus, Csaká! De még van negyed órája az Arsenalnak, azt hiszem, hogy a győzelemről itt az Arsenal esetében már nem lehet beszélni, de esetleg az egy pontról igen. David Luiz, 15 perc maradt, Aubameyang, vissza Sakához, ott kéri Aubameyang, és Saka nagyon szépen tálal Aubameyang elé, és átveszi a gaboni, felrúgják. Nincs szabad rúgás. Zaldua. Nyelusztondó. Ezek szerint labdászerelés volt akkor. Iyarra Mendy. Portu. Iyarra Mendy. Jöhet most a Real Sociedad. Iyarra Mendy. Ott az már rossz labda. Leno. 10 perc maradt már csak a londoniaknak. Silva, William José, de most lezárhatja a Sociedad, William José! Szép lövés volt a mellé. Nyilván egy-hárommal végleg eldőlne a találkozó. A gólszerző Iyarra Mendy megy le, lehet ő lőtt most ott mindenki a győztes gólt, vagy lehet, hogy ő lövi a győztes gólt. Saka helyre jött Martinelli, védőhelyre támadó, és Zubeldia Iyarra Mendy helyre támadó, középpályás helyre jött. Tehát védő, egyértelműek a célok mindkét oldalon, miközben Willian nagyon szépen indul meg. Willian, jó a csele is, Willian gólhelyzetben, Willian már még mindig, és kivédi a kapus ezt is Moyá. Hát Willian még vissza is pattant rá, hogy kicsit se legyen szerencséje. Hát valóban,
Hiába próbál az Arsenal gólt szerezni. Itt a második fél időben 9-10 lövés után sem sikerül a hálóba találni, és hiába a kiváló kezdés, a harmadik percben már egy gól. Ez pedig így lesz. Nem tud az Arsenal otthon pontot szerezni a Real Sociedad ellen, és vereséggel indítja, úgy néz ki, az Európa Ligát. Tegyük hozzá, hogy ez, közben Rodriguez jött Montreal helyére, tegyük hozzá, hogy ez egy vállalható vereség, a szempontból azért a Real Sociedad az ellenfél. De azért egy ilyen meccset látva, hazai pályán, egy Európa Liga nyitányon, alig ha mondhatják el azt, hogy valóban itt meg fogják bocsátani ezt a vereséget egyhamar az Arsenalnak. A Real Sociedad előtt pedig nyilván le a kalappal, mert ezen a meccsen ugyan nagyon nem volt kikiáltva nagy esélyes, mert mégiscsak egy rangadóról beszélünk, de azért az Arsenal a szempontból esélyesebb volt, hogy nagyobb a rutinjai nemzetközileg. Közben egy lövés, amit még véd Moya, aki ős volt itt a második fél időben, mert a védéseivel hozzájárult ahhoz, hogy itt a Real Sociedad 2-1-re legyőzze az Arsenalt az Európa Liga csoportkörének nyitányán. Hát az Arsenal hiába kezdett jól, kikapott végül. Úgyhogy Arsenal Real Sociedad 1-2, addig megnézhetjük az összefoglalót. Itt Bellerin megindult, itt még álomszerűen indult az Arsenalnak az EL csoportkör, mert Lacazette már a második percben megszerezte a vezetést, és ezzel hát közel hozta az Arsenalnak a 3 pontot, hogy tényleg győzelemben indíthasson az Európa Ligában az Arsenal. Viszont utána hiába támadott az Arsenal, semmiből jött a Real Sociedad gólja, David Silva tehát Oyarzabal elé, ő pedig szépen az üres kapuba rúgta a labdát, ezzel egyenlített a Sociedad, és lett 1-1 találkozó állása. Ez itt tényleg egy szép támadás volt. Aztán utána a második fél időben indultak be igazán az események. Az Arsenal hiába hagyott ki, vagy az Arsenal hiába dolgozott ki sok helyzetet, azokat mind kihagyták. Míg Jeremendi élt a lehetőséggel, és hiába játszott, tényleg nem a legjobban a Real Sociedad. Helyzetkihasználásban sokkal jobb volt ma az Arsenalnál, és hát ez volt a lényeg. Úgyhogy Arsenal Real Sociedad 1-2, én ezzel búcsúzom, és ezzel ér véget a mai Európa Liga napunk is. A forduló rangadójával Arsenal Real Sociedad, tehát 1-2, egy remek mérkőzésen végül a spanyolok élet a 3 pont, úgyhogy hát kíváncsian várom majd a folytatást ebben a csoportban, no meg majd az 5. fordulóban ismét összecsap egymással a két csapat, úgyhogy akkor visszavághat akár az Arsenal, láthatjuk még a dövés arány 12-9 az Arsenalnak, úgyhogy igazából azért nagyjából szoros volt, mégis a Real Sociedad élet a 3 pont, úgyhogy Arsenal Real Sociedad 1-2, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.